napot kívánok! Marseilles önkormányzatának szeptember 20-ai soron kiülését megnyitom, megállapítom a képviselőtestület határozatképes. 12 tagból 8-an jelen vagyunk, Molnár Ágnes, dr. Horváth László, Hosszú András, Mari Zsolt jelezték, hogy mai testületülésen nem tudnak részt venni. Mai testületülésen egyebek mellett 13 napi rendi pontot tárgyalnánk, az utolsó a köztret elnevezés megváltoztatására vonatkozott, ami Horváth úton esedékes. Kérdezem, megkapta mindenki az előterjesztéseket? Aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, kérem készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Első előterjesztés a Busza Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz való csatlakozásunk. Amióta ez a rendszer létezik, Marseille város önkormányzata mindig csatlakozott hozzá, és minden alkalommal támogatta azokat az egyetemre bejutott diákokat, akik ezt igényelték. Javaslom most is, hogy csatlakozzunk, és erre 1,5 millió forint keretösszeget állapítsunk meg. Ezzel kapcsolatban kérdés. Ki elfogadja, kérem készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Következő önkormányzati vagyonáról szóló rendelet módosítása előterjesztő alpolgármester úr, Berez Balázs. Tisztelt képviselőtestület, a rendelet módosítását azt tette szükséges, hogy az önkormányzat vagyona az elmúlt időszakban jelentősen növekedett. Itt elég, hogyha arra a rengeteg útfelújításra gondolunk, ami az elmúlt 4 évben megtörtént, ezek kerültek átvezetésre a rendeleten, illetve van egy másik nagyon fontos dolog, hogy a közvilágítás korszerűsítéséből egy olyan vagyonértékű joga keletkezett az önkormányzatnak, amit a későbbiekben tud értékesíteni. Erről ugye egy külön napi rendi pontban fogunk még tárgyalni. Tehát ezeknek a vagyonelemek az átvezetésére szükség volt a vagyonrendeletben. Tárgyalta a pénzügyi és jogi bizottság, dr. Mészáros Géza elnök úr. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, jegyzőasszony, képviselőtársaim, a bizottság az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítását véleményezte, és egyhangulag támogatja a testületnek elfogadása. Körösi András elnök úr. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, jegyzőasszony, a jogi és ügyrendi bizottság szintén tárgyalta a rendelet módosítást, egyhangulag elfogadta és javasolja a testületnek elfogadni. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás nincs, aki elfogadja, kérem készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Követő temetőkről, temetkezésről szól önkormányzati rendelet módosítása. A rendelet módosításnak annyi a lényege, hogy a téli időszakban, amikor korábban sötétedik, korábban zárnának be a temetők. Annyi megjegyzést tennék hozzá, hogy karácsonyi időszakra ez teljesen nem vonatkozik, akkor nyitva tartanának, annak megfelelően vidékről jövők is ki tudjanak menni. Előterjesztést tárgyalta ugyanúgy a pénzügyi és a jogi bizottság. Először Mészáros, dr. Mészáros. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester főjegyzőasszony, képviselőtársaim, a bizottság megtárgyalta a temetőkről és a temetkező szóló önkormányzati rendelet módosítását, illetve véleményezte, és egyhangulag támogat, javasolja a testületnek elfogadását. Köszönöm szépen. Körösi András. Tisztelt testület, tisztelt polgármester, alpolgármester, főjegyzőasszony, jogi és az ügyrendi bizottság megtárgyalt a rendelet módosítás, és egyhangulag javasolja elfogadása. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Következő lakások, helységek bérletéről szóló önkormányzati rendelet módosítása, előterjesztő címzetes főjegyzőasszony. Szóbeli kiegészítés nincs. Annyit tennék a rendelet módosításhoz hozzá, hogy az egésznek az a lényege, hogy akik jelenleg is önkormányzati lakásban laknak, illetőleg jövőben is ilyenre pályáznak, azok könnyebb feltételekkel juthassanak hozzá. Tehát a pénzromlás miatt már túl szigorak voltak ezek a feltételek. Előterjesztés tárgyalta a jogi bizottság. Elnök úr. Tisztelt testület, tisztelt polgármester, alpolgármester, főjegyzőasszony, jogi és ügyrendi bizottság egyhangulag elfogadta a rendeletmódosítást, javasolja a testületnek elfogadni. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készen tartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés a téli igazgatásszünet elrendeléséről szóló előterjesztő főjegyzőasszony. Szóbeli kérdés. Nincs. Az egésznek az a lényege, hogy kormányrendelet jelent meg arról, hogy igazgatási szünet van a két ünnep, tehát karácsony és új év között időszakban nem sok értelme lenne. Az, hogy így elrendelik, annak egyetlen egy jelentősége van, hogy az nem számít bele a határidőkbe.
amit egyébként általában csak velünk szoktak betartatni, de más hivatalok nem szokták. Már akik mi intézünk ügyeket. Kérdés ezzel kapcsolatban. Ki elfogadja, kérem készentartásra. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés a Széchenyi Zsigmond szakiskola kérelme, akik 60 évesek lesznek ebben az esztendőben, és támogatást kérnek az alapítványok részére ennek az ünnepségnek a megrendezésére 500 000 forint összegbe. Támogatom, hogy ezt az önkormányzat, ezt az összeget biztosítsa. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készentartást, szavazzon. Köszönöm. Ugye, hogy azt kell tudni, hogy alapítványt csak az önkormányzat támogathat, tehát polgármesteri keretből nem támogatható. Következő előterjesztés a településrendezési terv, így mondom legegyszerűbben, 9-es számú módosítása. Itt tartunk már, előterjesztő alpolgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, ez a 9-es számú módosítás, ez még csak egy közbenső döntés, tehát ez még nem a lezárása a folyamatnak. Korábban is tárgyalt már a képviselőtestület erről, igazából egy ótai ingatlan, a volt STK épületének az ingatlana, illetve a Green Tire-nek a telephelye kerülne újra szabályozásra ebben a módosításban, és ez a közbenső döntés arról szól, hogy azok a szervezetek, akik eddig érintettek voltak a vélemény nyilvánításban, azok nem tettek olyan véleményt, amit módosítás eredményezett volna, tehát az eredetileg elképzelt tervek szerint halad tovább ez a módosítási folyamat. Dr. Mészáros Géza elnök úr. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester főedzőszony, képviselőtársai, bizottság a napi rendet megtárgyalta, és egyhangulag javasolja a testületnek elfogadásra. Okay. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés, ez a 8-as számú módosítása, ugyanannak, amiről eddig beszéltünk, aminek A és B része van, a előterjesztő alpolgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, ez a 8-as számú módosítás viszont már egy végleges döntés, tehát itt a rendeletünk is megváltozik. A módosításnak a lényege a 68-as számú főút tervezésével van összefüggésben, tehát a tervező cég készített egy koncepciót a kormány megbízásából, és ezt a koncepciót kell átvezetnünk a szabályozáson. Itt ami lényeges és szerintem kiemelendő, hogy ez a terv nem tartalmazza azt, amit korábban a mi rendezési tervünk tartalmazott, hogy Bize mellett egy elkerülő út épül, és a 68-as számú főút elkerüli Bizét, tehát itt a kormány megrendelésére készült tervezők által elkészített anyagba ez úgy szerepel, hogy a Bizén kerül átvezetésre a 68-as számú főút, illetve egy másik lényeges változás, hogy a város belterületén, ahol korábban a kerékpárútnak a nyomvonala volt jelölve, az most aszerint kerül módosításra, ahogy az idei évben a pályázat keretében ezt megvalósítottuk. Köszönöm, tárgyalta mind a két bizottság, pénzügyi bizottság, dr. Mészáros Géza elnök. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester főedzőasszony, a bizottság a jelzett napirend mind az A, mind a B részét megtárgyalta, és javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm szépen, Körösi elnök úr. Tisztelt testület, tisztelt polgármester, alpolgármester úr, főedzőasszony, a jogi és ügyrendi bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és mind a 8A, illetve 8 napi rendi pontot, tehát a település szerkezeti terv módosítását, illetve a helyi építési szabályzat módosítását egyhangulag elfogadta, javasolja elfogadni a testületnek. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Külön szavazunk az A-rép, a település szerkezeti tervet, aki így elfogadja, kérem kezdetartásra. Köszönöm. Aki a rendeletmódosítást, ez a B-rész. Köszönöm. Egyhangú mindkét esetben. Következő ingatlanértékesítés, korábban kijelölte a testület ezt a külterületi ingatlant, és itt javaslom, hogy Varga László Nándor részére értékesítésre kerüljön, aki egyedüli pályázóként jelentkezett. Előterjesztést tárgyalta a pénzügyi bizottság. Tisztelt polgármester, alpolgármester, főedzőszín, képviselőtársaim, a bizottság megtárgyalta, és jelzett ingatlant a jelzett vevőnek, a bizottság vagy javasolja a testületnek, hogy az 1,7 hektár területet több mint 2 millió forintért értékesítsük a polgármester által jelzett személynek. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja, kérem készen tartásra. Köszönöm, egyhangú. Következő terjesztés a
Millió lépés az iskolákért, ilyen volt már tavasszal, előterjesztő alpolgármester úr. Tisztelt képviselőtestület, az Aktív Magyarországért felelős kormány biztos az idei év őszén is meghirdette ezt a pályázati lehetőséget, ami a tavalyi év tavasszal nagyon sikeresen zajlott a marcali intézményekben, hiszen valamennyi általános és középfokú oktatási intézményünk csatlakozott ehhez a programhoz, és valamennyien teljesítették is ezt az öt kört, ami egy kicsit negatív szájíz társul hozzá az intézmények részéről, hogy gyakorlatilag hiába tettek meg sok-sok kört, a sorsolás nem volt hozzájuk kegyes, és az országos programban, támogatásban nem tudtak részesülni, viszont valamennyien megkapták az önkormányzat által biztosított 300-300 ezer forintot, és úgy gondoljuk, hogy ebben a szakaszban is érdemes nekünk ehhez csatlakozni, hiszen így az intézményeket tudjuk támogatni, és arra költhetik el a pénzt, amire szeretnék, és nem egy központi nagy kalapba kerül bele. Tehát mindenképpen javaslom azt, hogy az idei évben is csatlakozzunk, vagy ebben a fél évben is csatlakozzunk ehhez a programhoz. Kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja, kérem készentartással. Köszönöm. Reméljük, hogy a sors is kegyesebb lesz a marcali intézményekhez, vagy a sors keze. Következő négyes számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására, hogy legutóbb döntött a képviselőtestület arról, hogy dr. Nagy Juditot bízza meg, vagy fogadja el pályázatát ennek betöltésére. Itt pedig azt tisztáznánk, hogy egészségügyi szolgálati jogviszonyban látná, tehát az önkormányzat alkalmazottaként, mindaddig meg nem teremtődnek azok a feltételek, hogy egyéni vállalkozóként tudja ezt majd folytatni. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készszentartással. Köszönöm, egy hangú. Következő előterjesztés, energiahatékonysági kötelezettségi rendszerbe elszámolható hitelesített energiaknak átruházásáról szóló előterjesztés, ami már szerepelt egy fél mondatban, alpolgármester úr említette. Előadó alpolgármester úr, Belec Balázsé a szóra. Tisztelt képviselőtestület, Magyarország egy jelentős mértékű energia megtakarítást vállalt korábban az Európai Unió felé, ahol jelentős elmaradásban van az ország, ezért egy új finanszírozási rendszer bevezetése mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy anyagilag ösztönzik azt, hogy valaki olyan beruházást végezzen el, amivel energia hatékonyság, energia megtakarítás keletkezik. És az elmúlt évben, illetve az idei évre áthúzódó a marcaliban ugye megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, ami gyakorlatilag minden utcát érintett, és ez olyan jelentős mértékű megtakarítást eredményezett, évente egy 600, több mint 600 gigazsúl mértékű energiát, hogy ez már a kereskedelmi mennyiséget is eléri, amit fel tudunk ajánlani az energia kereskedők részére. Ezt a megtakarított mennyiséget, ezt egy auditáló szervezettel kellett hitelesíteni, ez a hitelesítés megtörtént. Ezek után lehetett felajánlani azoknak az energiakereskedőknek, akik jogosultak arra, hogy ilyet vásároljanak, illetve kötelezettek arra, hogy csökkentsék az energia kibocsátásukat. Itt a megkeresett szervezetek közül az E.ON Energia Megoldások Kft. Adta a legkedvezőbb árajánlatot, ami azt jelenti, hogy gigazsúlonként 15 000 forintért vásárolja meg tőlünk ezt a keletkezett vagyoni értékű jogot, és ez az önkormányzatnak egy nettó 10 millió forint értékű bevételt eredményez, azzal, hogy egyrészt a villanyszámlánk is csökkent, hiszen megvalósult a közvilágítás korszerűsítése, jobb minőségű lett a közvilágítás a városban, és ezen kívül még van egy olyan szervezet, ami fizet is nekünk 10 millió forintot. Tárgyat a pénzügyi bizottság, elnök úr. Tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr, főedzőasszony, képviselőtársaim, a bizottsága alpolgármester úr által előterjesztetteknek megfelelően megtárgyalt az energia megtakarítás átruházásról szóló napirendet, és egyhangulag támogatja a testületnek elfogadását. Kérdés, hozzászólás. Ki elfogadja, kérem készszentartással. Köszönöm, egyhangú. Következő előterjesztés a marcali 3700-as közterület elnevezések megváltoztatása. Aki ismeri Horváth, tudja, hogy Május 1 utcából nyílik egy kis szakasz, amit Kis utcának hívnak. Ez a Kis utca elnevezés megszűnne, és Horváth Kuti út lenne az egész terület. Egyébként itt lakós nincs. Kérdés, ki elfogadja, kérem készfenntartással. Köszönöm, egyhangú. Kinek van bejelenteni valója, kérdése, rendkívülésen? Nincs. Köszönöm szépen, mai testületülést bezárom. Tehát érünk a zárt ülésre, ennek megfelelően kérem.